hogy hívják az arab fokrémet? Blend Ahmed. Csak egy kettest! Egy kettest küld! Istenem, egy kettest! Nem volt rossz. A retekegyem meg! Még egyszer megütszözöl a sárpenyével, földugom a felmosolt a seggedbe. A retekegyem meg! Mi az? Veszünk macskákat. Mennyit? Hát arra gondoltunk, hogy olyan hármat. Hármat? Jó, akkor elköltözöm. Képzeljél egy nagyon finom cukrosfánkot. Ha megvan, akkor képzeld el, hogy odaadom neked, és utána kiveszem a kezemből, és megeszem. Hát elég mohó vagy. Felvettek! Képzelje, felvettek! Na és jó helyre vettek fel? Nem. Igazság szerint lók az iskolában, csak így most azt tudom mondani, hogy nem lók, és felvettek egy nagyon jó helyre. Írtunk ma a suliba matek dolgozatot. Nézem, tiszta könnyű az egész. Elkezdi nekem az osztálytársam. Mit írtál a 4-es kérdésre? Mondom, milyen 4-es kérdés? Azt mondja, ott volt a második oldalon. Mondom, milyen második oldalon állod? Én azt hittem, hogy csak egy oldal, 1-es lesz, Götz. Megy a gózos kanizsára. Kanizsai állomásra. Hello, a masinista. Ki a gózos, igazítsa. Nyom! Megmondtam, hogy pakold el a legújdot! Most beleléptem egybe! És nagyon fáj! Hagyjál békén! Itt a kapitány beszél! Nagy baj van! Egy 4 éves kisfiú célba vett minket egy vízipisztollyal! Felvágjuk, meghiózzuk, megborcsoljuk, kicsit olajba, vajba, teszünk bele zöld szart, kivágjuk egy közepét, teszünk bele jó kolbászt, teszünk bele ilyet, nem tudom mi, ezt tegyünk bele mindent, amit találunk, mintha lehányták volna, kurva forron kisütjük, fölvágjuk és al dente. Hogy hívják a jó minőségű lovat? Hát úgy, hogy... Jóló. A kurva szádat, te faszopó! Láttam, hogy tehetted meg az utolsó túrorudit a hűtőből, ne is tagad! És akkor mi van? Nem érdekel. Tényleg? Akkor elmondalak anyának! Ne! Hé, hey, Patrik! Mondjad, hogy hívják a részeg migránst? Na hogy? Betántorgó?